Sziasztok, kedves barátaim! Nagyon szép kis ködös időjárás van itt, Krisna völgyben, lehet látni, milyen szép. Jó néz ki. Válaszol a következő pár kérdésre. Az egyik arról szól, ha már rég kérdezték, pár napja, Facebookon volt ez a kérdés, hogy mi történik, hogy mit kell csinálni, hogy valakinek nincsen párja, szeretne egy fiú egy feleséget, vagy egy hölgy szeretne egy férjét, de egyszerűen valahogy nem történik, nem találnak a kapcsolatra, vagy találnak, és akkor elején van, és minden szép és jó, utána romlik a kapcsolat, és akkor vége mindennek. Hát ugye ennek van több tényező, aztán ugye vannak ekádasik, áldások, hogyha ezt csinálod, azt csinálod, akkor találsz egy férjet, feleséget, és így tovább. Igen, a válasz nem egy ilyen egyértelmű, ezek nem olyan fekete-fehér dolgok sokszor, mert vannak általános dolgok, az áldások, de hogyha valakinek vannak részletek, karmában, ugye egyéni esetek, akkor arra lehet egy kis kivétel is. Ezért sokszor mindent kell számításba vinni. Például, hogyha én valamit csináltam valamikor egyik életben, akkor ebbe az életbe egy darabig, vagy egész életemben nincsen karmámban nekem a társ. Ugye asztrológiában ez általában látható. De miért van ez? Miért valakinek van asztrológiában, karmában egy társ az életben, valakinek nincsen, valamikor csak egy időszakra nincs, valamikor egy időszakra van, és utána nincs, valakinek most nincs, utána lesz, valamikor valakinek sose találja. Mit kell csinálni ilyenkor? Ilyenkor azt kell csinálnunk, kell kutatni és keresni, mi az, amit kell javítanom. Mert általában, amikor kapok ilyen szankciókat, nehéz helyzeteket, valakinek ez lett egészségileg, valakinek pénzügyileg, valakinek a társkapcsolatilag, valakinek másféle téren jöhet a probléma, de a fő kérdés az, hogy mi az, amit meg kell ebből tanulni. Mire tanítja ez a helyzet? Mert nincsenek, ahogy mondtam, véletlenek, és nem csak úgy van, most valami velem történik, hogy kapjak egy büntetést, és akkor most szenvedjek át, és akkor fogadjam el, és akkor ennyi, mert csináltam valamit, akkor most nekem ezt át kell szenvednem. Egy szempontból így van, hogyha nem tanulok belőle, akkor egy időszakra kapok dolgokat, és akkor leszemetem, utána vége. De bölcsember, ő próbál tanulni, mi az üzenet, mi az, amit kell javítani, mi az, amit kell máshogyan csinálni, mi az, ami meg kell változtatni önmagamban. Ez a világnak, az univerzumnak a kommunikálása, hogy valami nem jó csináltam az életemben, nem megfelelően, és akkor ezt üzeni, hogy akkor tanuljál meg rendesen élni, viselkedni, vagy bánni másokkal, sok minden lehet belőle. Szóval ez a válasz igazából. És persze elsősorban el kell fogadni. Az mi mindig el kell fogadni, most van ez a helyzetem. Elfogadom, hogy nem hibás senki, az most, hogy nekem most valamilyen problémám van az életemben, ebbe ez én tehetek róla. Ez az első, elfogadom, a másik, akkor kezdek próbálni javítani, tanulni, mi az, amit meg kell javítani, meg kell változtatni. És még egy dolog, ugye, hát hogyha szükségem van társra, akkor ugye elfogadtam, próbálok javítani, de próbálok keresni, nem probléma, mert szükség van egyedülállóknak, főleg a nőknek, a férjére, akkor a férfiaknak, akkor szükség van feleségükre, ez normális dolog, ki kell keresni. Ennek is van módja, hogy kell keresni, hogy nekem mit kell ehhez tennem, hogy kell viselkednem, sok minden más lehet. Például van olyanok a segítségek is, mint például nálunk, aki tartozik hozzánk, a mi közösségünkhöz, azoknak
nekünk van egy adatbázis, és azoknak, akiknek szükség van párkapcsolatokra, akkor szoktunk segíteni. Adatbázisban vannak mindenféle adatok a személyekről, aki keresi magának társát, és akkor próbálunk segíteni megtalálni egymásra, mondhatjuk így. Szóval így is lehet. Nem csak ilyen fekete-fehér, hogy akkor ez itt nekem jár és vége, hanem több oldalon kell nézni a helyzeteket. Egyik szempontból elfogadjon, másik szempontból próbáljuk javítani magunkat, és harmadik szempontból próbáljunk javítani a helyzeten is. Következő kérdés arról szól, hogy az emberi testbe születni ez egy ritka lehetőség, de, hogy látjuk, a Földön egyre több és több ember van. Ez azt jelenti-e, kérdés úgy hangzik, hogy akkor most többen gyakorolnak lelki életet, pedig nem úgy néz ki, akkor most mi történik? Kérdés jó, nagyon. Következőképpen történnek a dolgok. A teremtésnek az ideje 4 korszakra oszlik. Különböző korszakokban vannak standardek, lécek, amelyiknek meg kell felelni a léleknek, tulajdonságilag, hogy megszülessen emberi testben. Ugye az első korszak, ez a Satya Yuga, ott csak az a lélek megszülethet emberi testben, aki lelki gyakorlatokat gyakorol kizárólag. Akkor csak szentek vannak, a hegyeken, erdőkben meditálnak, vezekelnek, és így tovább. Következő korban, kicsit lejjebb lesz a léc, a Treta Yugába, akkor már kaphatnak bizonyos személyek, még mindig ilyen vallásos, és nagyon tisztességes, és nagyon növelt, és kulturált emberek, de már van ilyen önzőség, már van ilyen bűnös, ami mai bűnhöz nem lehet összehasonlítani, bűnös cselekvések. És akkor az már kicsit lejjebb a léc van, és akkor már ilyen emberek születhetnek. Utána Dvapara Yuga, ez a harmadik korszak, ahol még lejjebb van léc az emberi standardjébe, hogy melyik lélek kaphatja születést emberi testbe, azok elérnek már a fele-fele. Akkor már a fele ember jámbor, és tiszta életet él, a fele ember bűnös életet él, de megint azok a bűnök, meg problémák, amit emberek csinálnak, nem annyira még mindig aljások, mondjuk így. És utána jön a Kali Yuga, a negyedik korszak, amelyikben most élünk igazából. Ez a félreértéseknek, a háborúknak, veszekedéseknek, vitatkozásoknak a problémája, rövid az élet, egészségtelenek az emberek. Itt még lejjebb van léc, hogy több lélek kapjon lehetőséget megszületni emberi testben. És ez nem jelent, hogy most mindenki lelki életet gyakorol, mint Satya Yugában az első korszakban, hanem le van engedve egy kicsit a standard léce. Viszont most ebbe a korba, ami 500 év ezelőtt elkezdődött, ebbe a Kali Yugába, ebbe vaskorszakba kezdődik egy aranykorszak, ami megengedi, mondhatjunk úgy, hogy megnyitja a kaput fölfele. Szóval most általában nagyon aljás, Kali Yugában nagyon aljás kapuk nyitva vannak, és akkor több lélek születhetik emberi testbe, aztán utána mennek megfelelő helyekre, de ugyanakkor megnyílik a felső kapu a lelki lehetőségeket. És ezért ez egy ilyen különlegesség, hogy most ebben a korszakban nem számít, hogy ki milyen standardű tudattal rendelkezik, hogyha elfogadja az utat. Miért kell emberi test? Emberi test azért kell, mert csak emberi testben van szabad akarat választást tenni. És ezért a lélek kapja emberi testet, hogy ő döntsön, akár nem mindegy milyen standardű ember volt. Lehet, hogy állatias ember, mondjuk így, de hogyha ő válassza a világos utat, akkor tud fejlődni, és akkor minden megtisztul teljesen, és úriember lesz, és akár szent ember lesz, ezzel nincsen probléma, és nincsen akadályok. Szóval így, ezért most több ember van, de van több lehetőség mindenkinek, aki akarja, fejlődjön. Erről csináltam egy kicsit hosszabb előadást, és linket ide rakom hozzá a videóhoz, hogyha valaki kíváncsi, akkor megnézheti, ott kicsit több részlet van. Oké, hogyha van több kérdés, írjátok további kérdéseket, tegyétek lájkokat, iratkozzatok fel a csatornára, és köszönöm szépen mindenkinek, kellemes hetet kívánok, Hare Krishna!